Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mohács TV nézőit, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a csarnokba kilátogató szurkolókat. Elérkezett az idő a negyedik fordulóhoz, ahol a Motex KC harcosai vívják meg csatájukat a jelenlévő Bácska SSE tagjaival. Nem is húzom az időt, gyorsan érkezzenek a pályára lépők, a vendégekkel kezdve természetesen a sort. Tízes mezben Jankovics Dániel, 12-esben Juhász Bence, nem sokára érkezik hozzánk majd Kisszabó István. A kettes mezben Orbán Gergő, a 18-asban Orbán István, az egyesben Ördög Máté, míg 13-as mezben Sárközi Donát lép majd a pályára. A vendégcsapat edzője Gál Géza. És akkor jöjjön a hazai csapat, a harcosok. 99-es mezben Dudás Gergely, egyes mezben Gadányi Attila, 9-es mezben Gadányi István, a 7-es mezben Kutasi Géza, 14-es mezben Oszlár Gergely, az 5-ös mezben lép pályára Salac Attila, 23-asban Gadányi Tamás, 13-asban Szendrő Zsolt, 8-as mezben Gadányi Gábor, a 15-ös mezben Bodor Balázs, és végül, de nem utolsó sorban, a 4-es mezben Csiba László. A hazai csapat edzője Oszlár Ferenc, segítője pedig Oszlár Péter. A negyedik forduló két játékvezetője Kóbor András és Várnai Tamás. Tehát a pályán vannak már a csapatok, ahogy azt láthatjuk. Közben gyorsan el szeretném mondani a tabellát. Az első helyen áll jelenleg a Harkány SE 6 ponttal, a második helyen foglalnak helyet a Motex KC-sek 4 ponttal, a harmadik helyen a Hosszú Eltény SE 4 ponttal, még a negyedik helyen a Bácska áll 2 ponttal. Tehát csak mindösszesen 2 pont választ el minket a Bácskától, ugye második és negyedik hely ez a kettő. A mérlege egyébként a Motex KC csapatának 3 lejátszott mérkőzésből, 2 győzelem és 1 vereség. A góllövő listát is, hogyha gyorsan át szeretném nézni, akkor nálunk a hetedik helyen áll Gadányi Tamás 10 góllal, közéjünk, ugye, mert Barta Dávid, aki bácskai játékos, ő 9 góllal a 9. a góllövő listán, közénk van beékelődve egy harkányi emberke, Tamás Gábor 10 góllal, tehát Gadányi Tomi, hogyha sok-sok gólt lő, akkor bizony meg lehet a történet. A pályára lépő csapatoknak nagyon jó játékot, a lelátókon pedig kiváló hangulatot, jó szurkolást, csak a Motex! És akkor folytatnám is közben a megkezdett mondandómat. Tehát így állunk jelenleg a góllövő listával, hogyha Gadányi Tomi ezen a meccsen sokat lő, akkor bizony elhúzhat, egy kicsit feljebb jöhet ezen a bizonyos listán. De lássuk a játékot. Vendégek kezdik a kört. Vendége gólszerzője a 10-es mezben játszó Jankovics Dániel. Tehát mindjárt a vendégek a hálóba is találtak, úgy ahogy van. Jöhetnek a hazai fiúk. Gadányi ki a szélére Oszlárnak. Középen várja. Természetesen 23-as mezben játszó Gadányi Tamás a labdát. Jó az áttörés, azonban Salac lövése egy kicsit gyenge volt, el is akadt. És a játékvezető is hozott egy ítéletet. Sárga lapot kapott a vendégek 2-es mezben játszó játékosa Orbán Gergő. Megvolt az első sárga lap a mérkőzésen Orbán részére. Salac elvégzi a 7 méterest, így van. És a hálóba talál a 7 méterről az 5-ös mezben játszó Salac Attila. Egy szép gól volt. Egy megérdemelt, hiszen kiharcoltuk ezt a 7 méterest. A bácskaiak támadhatnak. Jól lehet, megpróbálna az átlövő beérni ki a jobb szélre. A jobb szélről azonban ott van a kapuban nekünk Gadányi Attila. Szép védés, jól zárta a szöget. Lehet támadni. Középen Bodor. Majdnem jó volt a passzolás a beállósnak, Salac Attilának, azonban egy kicsit erős volt. Ki is pörgött Attila kezéből. A bácskaiak támadhatnak. Sárközi. Orbánnak, ki a szélére, vissza Orbán. Sárközi, másik szélét is játsszák, ugye Jankovics várt ott. Sárközi, Orbán. Dobás, és sajnos a hálóban a labda. A vendége gólszerzője így a 2-es mezben játszó Orbán Gergő. 2-1 jelenleg az állás itt a 3. percben.
Motex KC bácska eszese, tehát ez azt jelenti, hogy per pillanat a vendégek mennek egyel. Gadányi. Ott van Salac, és sajnos megint a bal kapufa mellé megy, és egy újabb sárgalap. Sárgalapot a 10-es mezben játszó Jankovics Dániel kapta. És ezzel természetesen jár nekünk egy 7 méteres, amit újfent Salac Attila végezhet el. És koncentrálás. Bele a kapusba, a kipattanó sajnos már nem lehet jó, hiszen Salac belépett a vonalon belül, és a játékvezető ezt jól látta meg. Egészen ördögig jut a labda, jobb szélről próbál megbetörni, vissza beállósnak, illetve az átlövőnek. Most a bal szélét próbálják, a bácskaiak el is vesztik a labdát. Ja, természetesen náluk marad, ők jöhetnek tovább. Zárni kell nekünk, tehát mindenféle védelmet föl kell hozni a bácska ellen. Nem szabad alábecsülni az ellenfelet, mert nem olyan rossz játékosok. Annak ellenére egyébként, hogy egy emberrel hátrányban vannak, tehát kicsit kevesebben jöttek el, látunk már erre példát, hogy a legutóbbi mérkőzését is, amit itthon vívott a Motex KC csapata, akkor is bizony ember hátrányban voltak a vendégek, és mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy igencsak helytálltak, elég nehéz mérkőzés volt, bár megadtuk a fair play-t azzal, hogy az első fél időben mi is egy fővel kevesebben álltunk föl. Most ezzel nem törődünk, hiszen azt gondolom, hogy a győzelem az fontosabb. A második fél időben biztos vagyok benne, hogy már ott leszünk fönn hatan. A jobb szélről találnak a vendégek a hálóba. A gólszerző pedig. A gólövő az egyes mezben játszó Ördög Máté. Jó, akkor most súgják, hogy nem volt gól. Igen. Közben gyorsan felszóltak, hogy nem volt gól, mert én menet közben lenéztem a papíromra. Annak ellenére, hogy megviccelt az eredmény kijelző tábla is, hiszen kiírta, hogy 3-1, és én is elhittem, hogy gól volt. Aztán kiderült, hogy volt ott egy belépés, semmi gond. Ez a kézilabdában előfordul, hogy elég gyorsan történnek az események. Nagyon kell figyelni. Most például egy hosszú indítást láthatunk Salasztó. Oszlár Gergő jól szedte le, adta is tovább Gábornak, és Gábor a hálóba talál. A hazai csapat gólszerzője a 8-as mezben játszó Gadányi Gábor. Na ez azonban már gól volt, és ott is van a gyors válasz. Vendége gólszerző a 13-as mezben játszó Sárközi Donát. Nagyon gyorsan volt ez az adókapok. 3-2 jelenleg a vendégek javára. A Gadányiakat egyébként majd csak is keresztnevükön fogom szólítani, mert nehéz lenne azt mondani, hogy Gadányi adta Gadányinak. Elég komikus lenne így szerintem maga a kommentálás. Ott is van például mindjárt Gábor találata. A hazai csapat góllövője a 8-as mezben játszó Gadányi Gábor. Szépen is varta be a hálóba. A kapus mellé ugye Juhász Bence áll a vendégeknél a kapuba. Bácskai támadás. Orbán. Sárközi pattint egyet, aztán Gábor leszedi a karjával együtt a levegőből. Egy újabb lehetőséget kap így a bácska neki lódulni a mi falunknak. Sárközi szépen ejt, aztán Gadányi Attila gyönyörűen nyúl föl a labdáért. Nem is lehetett beejteni mögötte, egy ilyen cseles kis ejtés lett volna mindennemű erő nélkül. De természetesen Gadányi Attila időben észrevette ezt a trükköt, kényelmesen lehalászhatta a labdát a hálóból. Lehet menni. Tamás. Mekkora dobás volt Gadányi Tamástól. A hazai csapat gólszerzője a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. Közben volt egy ellépés, ezt jól vett észre Kóbor András, hogy kicsit többet lépett az ellenfél. Hamar fújta a sípot, támadhatnak újra motexes fiúk. Bodor Bali bele a kapusba. Kicsit jobban kellene figyelni az ellövött labdákra. A vendégek 10-es mezben játszó játékos, a Jankovics ugrott ki, és így a vendégek góllövője a 10-es mezben játszó Jankovics Dániel lett, ugyebár.
4-4 az állás, elég fej-fej mellett haladnak, ugye erről beszéltem, hogy ember hátránnyal küzdenek, hiszen kis Szabó István még nem érkezett meg ide a csarnokba, őt még várják a csapat társai, hogy befusson, és bizony 4-4 tényleg kiegyenlített a küzdelem a két csapat között. Látszik egyébként ez az abból is, hogy a második helyen van a Motex, és a negyedik helyen a Bácska a tabella szerint a negyedik fordulóban, tehát eléggé, mondjuk még az elején vagyunk ennek az egésznek. Emlékszem a tavalyi szezonra, ott abszolút az első helyet tudhattuk magunknak a szezon felébe, aztán a második felébe valami megtörtént, vagy valami gond akadt. Na, közben támad a Bácska, a kettes mezben játszó játékosuk, a gólszerző, a góllövő, a kettes mezben játszó Orbán Gergő. Ő volt az, aki végig szántotta a pályát, egymagába lefutva a Motex harcosait. Gadányi Gábor, Gadányi Tamás jár a labda, Bodor Bali a szélén, most elindul befelé Tamás. Oszlár Gergő jött be zavarónak, majdnem jó is volt a csel, de ott még meg lehet. Egy nagyon nagy erejű dobás Tamástól, Salac megszerzi, aztán nem tudta már befejezni az akciót. Ki kell használni egyébként azokat a réseket, azokat a lehetőségeket, amit a Bácska ad a saját védelmében. Ha azok megvannak, azok az apró kis lukak, azok a rések, akkor meg lehet az egész mérkőzés. Oszlár ugrik, ott is van a bal felsőbe. A hazai csapat gólszerzője, a 14-es mezben játszó Oszlár Gergely. Közben Gadányi Attila igazgatja a játékostársait a kapuból, hogy jó lenne visszaérni, mert csak ő marad egyedül. A legbátrabb ember szerintem az egész kézilabda mérkőzésen, már mind nem Gadányi Attila, hanem maga a kapus, mert hogyha egyszer vele szembe jön X játékos, akkor már csak ő az egyetlen, aki megállíthatja a labdát. Ez most már sajnos nem sikerült. A vendége gólszerző, a 13-as mezben játszó Sárközi Donát. Sajnos nem jött össze ez a védés. Közben megérkezett a vendégek utolsó játékos, aki Szabó István. Nem sokára azt is megtudjuk, hogy hányas mezben fog majd a pályára lépni. Lehetőség szerint. Na lássuk. Oszlár. Gadányi Gábor. Gadányi Tamás. Tomi ugrik. Ott is van a jobb felsőben. A hazai csapat gólszerzője, a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. És ezzel 6-6-ra módosult az állás. Tehát jobbról-balról két-két gól esett az elmúlt mintegy pár percben. Egyébként beléptünk így a 11. percbe a mérkőzés folyamán, tehát alig 20 perc van még vissza az első fél időből. Vendégek támadhatnak ki a szélére. Ördög próbált meg befutni egy pillanatra zavaróra. Kettes mezben játszó Orbán Gergő szúrt alá rá a labdát a kapura, de Gadányi Attila jó helyen állt. Csiba László kéri a lasztit. Oszlár Gergő szélén, ugrás, meg is van. A hazai csapat gólszerző, a 14-es mezben játszó Oszlár Gergely. Tehát a bal szélről. Jobb oldalon várt egyébként Csiba László a labdát, aztán a csapat úgy döntött, hogy a bal szélen álló Oszlár Gergelyt rátsza meg. Jó volt szerintem a döntés, mert ugye eredménnyel zárult. Bácskai támadás. Ugrott a 10-es mezben játszó Jankovics, meg is van. Vendége gólszerzője, a 10-es mezben játszó Jankovics Dániel. 7-7, fej-fej mellett halad egyébként a két csapat. 7-7, az állás abszolút kiegyenlített a küzdelem, tényleg mind a két oldalon. Mondhatnám azt, hogy ugyanazokat a hibákat vétik a játékosok, és az eredmény meghozzá. A gól nem érvényes, egy 7 méterest sípolt be Várnai Tamás, amelyet a 4-es mezben játszó Csiba László fog elvégezni. Megvárjuk a sípszót, ott is van. Csiba kicsit elhanyagoltan dobta el ezt a labdát. Nagyon bízott abban, hogy a balra pattintott labda a hálóba talál. Ez most nem jött össze. Tehát én azt gondolom, hogy most mindenkinek össze kell szednie magát, miután visszaért a védelem is. Kicsit szét kellene húzni azt a falat, addig, ameddig még mindig öten játszanak. Egyébként jól csinálják a bácskaiak, nagyon csúszik a fal végig,
ahogy az kell. El is játszottuk a labdát, szó szerint a kezükbe adtuk. Ott van, ez a... Rossz volt az ugrás. Rossz volt az ugrás Orbán Istvánnak, nem jött ki ritmusra. Sárközi próbálta meg rávarni, az indítás pedig jelezte Kóbor András játékvezető, hogy az lehet elindulni, de ott is van a gól a vendégeknek. Vendégek gólszerzője az egyes mezben játszó Ördög Máté. 8-7 a vendégeknek. Vagy hogyha hivatalosan akarnék fogalmazni, mivel a Motexesek ugye itthon játszanak a mohácsi sportcsarnokban, akkor 7-8 jelenleg a Motex KC Bácska SZS állása. A 13. percben járunk, ez sajnos kipörgött Gadányi Gábor kezéből, könnyen szerezték így meg a bácskaiak a labdát, majd ugyanolyan könnyedséggel el is adták, jól nyúlt oda Gadányi Tamás. Egy kicsi adok-kapok, ott volt szerintem egy laza láb, nem nagyon értem az ítéletet, de legyen igaz a játékvezetőnek. Juhász Bence is kisétált a kapuból, hogy ő is egy kicsit részt vegyen a játékban. Sárközi középen, teszi ki a szélére Ördögnek. Vissza Sárközinek már nem jó, eladta a labdát. Ajjaj, össze lehetett volna kaparni, az gyorsan. Kár volt a fügyszóért, nem nekünk segített a bírói sip. Ez már jó lehet, Csiba László szerezte meg, megcsinálja a cselt, a mögötte futást, végig akarja vinni a pályán egyedül. Aztán természetesen kiharcolta a 7 méterest, amit remélhetőleg nem fog el könnyelmisködni, nem, hiszen az edző úgy döntött, hogy Gadányi Tamás legyen az, aki majd a 7 méterest megpróbálja értékesíteni. És ott is van a jobb fölsőben a 7 méteres gólszerzője, a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. Nagyon szép volt. 8-8. Azt hiszem, hogy el kellene kezdenünk védekezni, hogyha úgy akarunk lemenni az öltözőbe majd az első félidő végén, hogy legyen egy kicsi időnk. Volt egy kis óraállítás. Megállítottuk az órát, mert megérkezett a hármas mezben játszó Kisszabó István. Tehát hármas mezben fog a pályára lépni Kisszabó István. Gyors ellenőrzés, ugye ez ilyenkor kötelező papírforma, hogy a játékvezetőknek az engedélyeket le kell ellenőrizni, nehogy előfordulhasson az a baki, ami utoljára ugye a Motex KC csapata vett részt Pécsen, hogy az ellenfélnél nem az a játékos lépett pályára, aki az igazolásban szerepelt, és faramuci helyzet állt elő. Aztán a Motex beadta az óvást, és természetesen meg is kapták rá a 0-10-es pontot, tehát ugye átírták az eredményeket, és az ellenfelünk ott bizony csúnya pontokat veszített. A Petőfi ellen léptünk akkor pályára, amikor a Petőfi megpróbált egy kicsit így mondjuk úgy manipulálni a játékba. De mi térjünk vissza ide a Motex KC Bácska elleni mérkőzésre. Tehát most már teljes létszámmal harcolhatnak a vendégeink, és mi is fölálltunk teljes létszámmal, mert a pályára került nálunk a 13-as mezben játszó Szendrő Zsolt is, aki nagyon magas, és ezt a magasságot ki is lehet használni akár a Motex KC harcosainak, és természetesen megy a hajrá, hajrá Motex a nézőtérről, bíztatva a hazai csapatot. Szendrő, Csiba, tovább Gadánynak, és ott is van a gól, Gadányi Gábor. A hazai csapat gólszerzője így, a 8-as mezben játszó Gadányi Gábor. Szépen találta a hálóba, jó felső sarokba, amit Juhász Bence már nem nagyon tudott elérni. Gadányi Attila viszont nagyon nagyot tudott elérni a kapuba, szép védése volt, lábbal hárította a lövést. Újabb lehetőség Gábor előtt, nem? Össze kell szedni, mindenki szépen föl kell álljon. Kutasi Géza a beállós, ő neki kell majd befutni, vagy zavarni a játékot. Kutasi megpróbálta, aztán szinte a levegőbe állva dobta el a labdát. Ha most fotózni kellett volna, akkor egy jó kép lett volna. 7 méteres pedig érvényes. Ahhoz készülődik nekünk Gadányi Tamás. Na lássuk, sikerül-e?
Ott is van. A hazai csapat gólövője 7 méteresből a 23-as mezlenjátszó Garányi Tamás. Meg is van. Mondom gyors az eredmény. 10-8-ra vezet a Motex KC csapata a Bácska ellen a 17. percben. Kis Szabó ugrik, és jó mellé dobja nekünk, hála Istennek. Gadányi összeszedi a labdát, aztán lehet jönni. Gábor, Osztlár Gergely, Gadányi Gábor. Ugrik, és nagyon-nagyon fölé megy. Ezt ő is érzi, hogy ez egy nagy hiba volt. Könnyelműség volt eladni így a labdát a Bácskának. Nem szabad elfelejteni, hogy most már teljes taglétszámmal játszanak. Talán ami nekünk az előnyünk az az, hogy nálunk még vannak emberek a kispadon, míg a vendégeinknél nem igazán ül senki a padon, leszámítva az edzőt, Gál Gézát. Jankovics ugrik, aztán megpróbál javítani náluk Orbán Gergő, mind a kettő lepattan az ellopott labdát, végigviszi a pályán Csiba László, és így a gólszerző négyes mezben Csiba László. Szépen lopta el a lepattanót, és szántotta végig a pályát majd a hálóba. Taszította a labdát. Nem adja magát Sárközi. Úgy gondolta, hogy be tudja vinni a falon. Szerencsére azért ébren voltak a motexesek, csúszik a fal velük. Úgy, ahogy kell. Kell figyelni a felugrókra. Aha, szép volt az ijesztés a Bácskától. Aztán természetesen Orbán, vagyis Ördög Máté ejtése nem igazán jött be. Átlátott a szitán Gadányi Attila, és átütötte a falat Gadányi Tamás. A hazai csapat gólszerzője, a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. És időt kértek a vendégek. Egy kis időt kért a vendégcsapat, egy kis eligazításra. Hogy nehogy probléma legyen. Most egy kicsit úgy érzem a vendégek edzőjének hangjából, hogy egy kisebb leszúrást ad a játékosainak. Szedjék össze magukat, mert ilyen eladott támadásokkal nem lehet esélye így a Bácskának, tehát figyelni kell erre. Kár, hogy ilyenkor egy kicsit messze ülnek tőlem itt az első fél időben a motexesek, mert jó lenne hallani, hogy az ő edzőjük ilyenkor mit mond 12-8-as vezetésnél a 19. percben. Az biztos, hogy Gál Géza a saját csapatának azt meséli el, hogy mik a legnagyobb hibái a Bácskának. Közben lejárt az időkérésre szánt idő. Lehet menni, mindenki kiadta az instrukciót. Most már lehet pörgetni a labdát újra. Bácskai kezdés így az időkérés után. Sípszó is jelzi. Nekem minden úgy tűnik, mint hogy egy kicsit álmosan járatná egyébként a labdát a Bácska. Nem igazán kommunikálnak egymással a játékosok, nem igazán beszélik meg, hogy kinek mi lenne a dolga, mikor kellene befutni zavaróra, mikor lehetne játszani a jobb szélt, és ez simán láb volt, így van, jogos a sípszó, lehet menni a motexes fiúknak, Csiba lehalásza a levegőből Gadányi elől, és be is rakja a hálóba. Motex KC gólszerzője így a négyes mezben játszó, Csiba László! Szerencsénk volt, hogy lábra játszották egyébként a bácskaiak ezt a labdát. Így aztán 13-8-ra tudtunk már elhúzni a vendégeinktől. Jankovics. Orbán Sárközi, Orbán, Jankovics. Jár a labda. Kis Szabó, megcsinálja a cselt. Eredményesen is. Vendégek góllövője, a hármas mezben játszó Kis Szabó István. Jól megcsinálta a cselt, egy kicsit átverte azért szerintem Gadányi Istvánt. Hozzáteszem, Gadányi István jelenleg a Motex KC legidősebb harcosa.
Ő egy év kihagyás után érkezett be a csapatba újra, és kezdett el edzésekre járni, és játszani a csapattal. Közben a hazai csapat gólszerzője a 8-as mezben játszó Gadányi Gábor. 14-9 az eredmény, a 20. percben járva. Tehát Gadányi egy évet kihagyott, aztán utána tért vissza a csapathoz. Mindjárt egyébként az első meccsen nagyon eredményesen mutatkozott be. A hosszú kihagyást követően azonnal góllal kezdte a meccset. És természetesen a nézők nem voltak hálátlanok, meg is tapsolták, hiszen mindenki képben van a Motex KC-val kapcsolatos hírekkel kapcsolatban. Kint volt az már. Jogosan egy sípszó. Már a bácskaiak jöhetnek. Kis Szabó megpróbálja átverni újra Gadányit, a lökés az egy kicsit szabálytalan volt, így van. Sárga lapot kapott a 9-es mezben játszó Gadányi István. Ez volt egyébként a harmadik sárga lap a mérkőzés folyamán, ugye eddig csak a vendégek gyűjtötték, Jankovics és Orbán volt az, aki kapott egy-egy sárgát, most megkapták a motexesek is Gadányi István személyében. Nem engedik a motexesek áttörni Sárközit a labdával a szélről. Ördög. Középen ott várta ugye a labdát Jankovics. Ebből is lap lesz. Nagyon úgy tűnik. Nem nagyon láttam, hogy ki kapta a sárgát. Sárga lapot pedig a 15-ös mezben játszó Bodor Balázs kapta, így közben egy kis segítséget kaptam. Van egy kis idő, megállítás. Kóbor András részéről utasította a játékost, hogy kösse meg gyorsan a cipőjét, ugye István. A cipő nélkül nem lehet játszani. Erről is egyébként csak egy történet jut eszembe. Az utolsó itthon játszott játékán, a Motex KC-nál, ugye Salac Attila járt úgy, hogy közvetlenül a kapu előtt felugrást követően elhagyta a cipő talpát. Nagyon szép volt. A kapusról pörgött be a labda, így a gólszerző, a 4-es mezben játszó Csiba László. Sajnos Juhász Bencének esett ki a kezéből a labda, nem tudta megfogni, vagy kevés a vax a labdán, és azért nem tapadt meg, vagy tényleg egy kicsit egy ritmussal később nyúlt rá a bogyóra, így az könnyedén pörgött be a hálóba. Ördög, ott át Sárközi próbál meg a jobb szélről bejönni. Gadányi Attila azonban nagyszerűen zárja a szöget a kapuban. Összeszedjük a labdát nagy nehezen, Csiba Laci indulhat meg. Laci ugrik, ott is van a gól. A hazai csapat gólszerzője, így a 4-es mezben játszó Csiba László. 16-9-re mennek a hazaiak a 23. percben, tehát még 7 perc van vissza az első fél időből. Egy kicsit Gál Géza utasította Sárközi Donátot, hogy mit kellene észrevenni a pályán, mit kellene játszani, mire kellene rámenni. Az, hogy a jobb széléről erőlködik, az nem nagyon fog menni, mert észrevehető, hogy Gadányi Attila nagyszerűen tudja fogni a jobb szélére pattintott labdákat. Gadányi Gábor, jó a beadás az Istvánnak, ott is van a hazai csapat újabb gólját. A 9-es mezben játszó Gadányi István szerezte. Szép volt az átadás egyébként Gábortól, ezért is lehetett megjátszani az érkező Gadányi Istvánt. 17-9, nagyszerű. Így már élmény lesz lemenni az öltözőbe, kicsit nyugodtabban társalókatnak, beszélhetnek majd a fiúk a szünetben. Ebből lap lesz. És a sárga lapot kapta, így van. A sárga lapot kapta a 4-es mezben játszó Csiba László. Így ez már az 5. sárga lap volt a mérkőzésen. Most kell figyelni, mert kicsit felhergeltük a bácskát. Támadni fognak, mint a portás kutyája. Semmiféleképpen nem fogják hagyni elveszni az értékes pontokat. Lemerem fogadni, hogy főleg, hogyha lemennek szünetre, akkor ott is azért az edző Gál Géza kicsit helyre teszi a játékosait, és a második fél időben tuti, hogy már egy nagyon agresszív, felkészült csapat fog visszajönni. Legalábbis így, ahogy a kézilabda története mutatja a Motex életében, majdnem mindig így volt. Ezt elrontották a bácskaiak, nagyon pontatlan volt az a passz. Szó szerint a 2-es mezben játszó Orbán Gergő hátára érkezett a labda.
az oldaldobást Gadányi Attila végezte el, majd mosolyogva sétál vissza a kapuja felé. Gadányi Gábor, Csiba László, jó a befutó Rabodor, meg is volt a zavarás, aztán a bal oldalt játszotta volna meg a kapunak a bal oldalát Gadányi Gábor, de nem jó erre ment. Csiba Laci nagyszerűen halászta le a levegőből a labdát, vieti is végig, az edző utasítja, hogy passzolni kellene, jó is volt a passz, aztán Gábor a kapusba dobja, Salac Attila a kapusba dobja, Csiba László a hálóba helyezi! Hát nagyon nehezen! A gólszerző a végén, a négyes mezben játszó Csiba László! Hát ez éppen, hogy azért háromszor eldobni Juhász Bencét a kapuba, tényleg csak egy ember volt útba. Az is a 12-es mezben játszó Juhász Bence. És hát három a magyar igazság alapon a végén azért Csiba Laci csak beékelte. Sárközi próbálta meg most balról azt, amit eddig jobbról nem tudott. Most balról sem sikerült neki. 18-9. Tehát már a duplájával megyünk, remélhetőleg ez így is marad. Mondom, a második fél időbe kell összeszedni magunkat. Közben Gadányi István újra a cipőjével bíbelődik. Most épp a másik párt húzta meg. Ezt lehet, hogy már mindjárt mérkőzés elején kellett volna. Vagy tépőzár a cipőt mindenkinek. Na de menjünk tovább, Szendrő fut be. Bodor Bali érkezik, kapusba. Hagyni kéne egyébként a középre dobást, mert a kapus az esetek 99,9%-ában úgyis ott áll. Csiba ugrik, ott is van! A hazai csapat gólszerzője, a négyes mezben játszó Csiba László! Ez egyébként már a hatodik gólja volt a mérkőzés folyamatában Csiba Lacinak. 19-9-es állás, a 27. percben járunk, tehát 3 perc múlva akármi történjék, vége lesz az első játékrésznek. Orbán Gergő, Kisszabó, Orbán. Jó a bejátszás, aztán mégis belépett. Sajnos rosszul fordult le a labdával Ördög Máté, így könnyedén lépett be. Az indítást azonban könnyedén szedi le Orbán Gergő. Bácskaiak futatnak vissza, mi fent ragadtunk Salaccal és Szendrővel, de talán még jó is lehet, hiszen Salac Attila itt van üresen. Kérte is volna a labdát, de Csiba Laci elvitte. Salac is megint csak a kapus dobja. Hagyni kéne a kapusnak a részvételét a játékból, és akkor csak gól lesz. Szép volt a szerelése Csibának. Kis játékvezetői helyreigazítás, hogy honnan kell eldobni a Jankovicsnak a labdát. Kisszabó. Ki a szélére, Ördögnek. Kisszabó. Középen. Ugye? Az irányító Orbán Gergő, kipattanó, Gadányi Attila szépet védett, Kisszabó, Ördög, Kisszabó, Orbán, rossz tempó, Jankovics, ki a bal szélen, Sárközi, Jankovics, Ördög, illetve Orbán, bocsánat, Jankovics, most már passzívba léptek a vendégeink, el kell dobniuk a labdát, figyelni kéne, így is van! A hazai csapat kapujában, az egyes mezben Gadányi Attila! Míg a hazai csapat gólszerzője, a 15-ös mezben játszó Bodor Balázs! Meg kellett néznem egy pillanatra a nevet. Ez is azért furcsa lesz tőlem, hiszen Motex szurkolóként már szerintem kívülről kellene tudnom. Lentről közlik velem, hogy ez nekem szégyen, nem baj, vállaljuk. Nem baj, ha nekem szégyen, addig, ameddig a csapat sikeres. Bánom én. Jó is. Sárközi, Jankovics. Jár a labda, Kisszabóig megy, egészen a túloldalt játsszák, már Ördög Máté. A kapura helyezi, de Gadányi hosszú karjai elérik, még egy fél méterrel a felső kapufa fölött is.
29 az állás jelenleg, és beléptünk az utolsó percbe itt az első fél időben. Tehát az utolsó percben járunk, 29-es vezetésnél. Motexesek nagyon csúnyán elhúztak, annak ellenére, hogy az első fél idő felénél kiegyenlítődött a játékos arány, közben esett egy gól. A gólszerző a 4-es mezben játszó Csiba László. Gyorsan kihasználta még az utolsó percet is, akár csak Gadányi Attila, aki folyamatosan ott van, nagyszerű védés teljesítmény nyújt egyébként ebben a játékrészben Gadányi Attila. Ugye a másik kapusnak, a 99-es mezben játszó Dudás Gergelynek még nem volt lehetősége bemutatkozni ezen a mérkőzésen. De úgy gondolom, hogy ő sem bánja, ameddig Attila ilyen szenzációsan, vagy mondhatnám azt is, hogy fenomenálisan véd. Volt egy kis placjáték, időn túli. A sípszó jelzi az első játékrész végét. És nem nagyon tud fölállni Szendrő Zsolti, ő maradt lent. A fejét fájlalja. Valószínű, hogy koppant egyet a placon. Remélhetőleg nincsen nagy baj, így van. Így van. Szendrő Zsoltnak jár a taps. Így van. És most már csak ezt az időn túli szabaddobást kellene kivédeni, hogyha lehetne. Aki elvégzi egyébként Sárközi Donát, el is dobta mellé. Ezzel elérkeztünk az első játék rész végéhez. 21-9-re vezetnek ugye a Motexes fiúk. Nem sokára érkezünk a második résszel, addig gyorsan szeretném el is mondani, hogy a legközelebbi mérkőzések mikor lesznek. 16-án pénteken a Motexes fiúk Komlóra látogatnak, akkor a Döke ellen lépnek pályára. Remélhetőleg jó eredménnyel zárják majd ott is a kört. Aztán legközelebb pedig 24-én szombaton játszunk. Egy hatalmas ellenfelet várunk majd ide a Városi Sportcsarnokba, méghozzá a Harkány csapatát. Tudjuk jól, hogy nagy riválisaink a harkányiak, nagyon kemény játékra kell majd készülni. Illetve természetesen a lányokat is várjuk majd a csarnokba, ők 16-án pénteken játszanak majd itt a Kozár Misleny ellen. Továbbá ma este 6 órakor ugye senki nem felejtett el, hogy bajnoki kézilabda lesz, az NKE csapata ellen lépünk majd pályára. Tehát nem sokára jövünk. Tehát, hölgyeim és uraim, elérkeztünk a második játék részhez, Motex KC Bácska SSE, 21-9-re vezetnek eddig a Motexes fiúk, de természetesen a mérkőzés addig tart, ameddig a játékvezető le nem fújja, pontosabban ameddig le nem telik a 30 perc. Lássuk, hogy milyen lesz ez a második rész. Ami ez eddigi mérleget illeti, eddig volt 3-5 darab sárgalap, 3-at a hazai, míg 2-t a vendégek gyűjtöttek be. És természetesen az a 21 gól, az sem elhanyalogolandó. Na nézzük! Valószínű, hogy az öltözőben kapott mindenki egy kis edzői utasítást arra, hogy hogyan kellene játszani a második játék részben. Most Gál Géza feltehetőleg inkább kicsit leszúrta játékosait, míg talán nálunk a motexeseknek egy kicsit könnyebben telt ez a kis pihenő a két játékrész között, hiszen a 21-9 az magáért beszél, nem nagyon kell nekik megerőltetni magukat. Természetesen nem szabad megülni az eredményen sem. Volt egy kis lépéshiba, gyorsan Kóbor András helyre teszi a kapuban álló Dudás Gergelyt. Ő váltott a második játékrészben Gadányi Attilát. Nézzük, Oszlár Gergely, Bodor Bali, középen ott van már nekünk Csiba Laci, jár a labda szépen sorba. Meg kell próbálni széthúzni megint a védelmet, és akkor átütő találatokat lehet bevinni. Jó volt a beadás, így is van, ott volt beállósnak. Így van. A hazai csapat gólszerzője a 15-ös mezben játszó Bodor Balázs. Így is van, meg is van a gól, mindjárt a második félidő első gólját a hazai csapat szerzi, 22-9. A bácskaiak jöhetnek. Kis Szabó. Ki a szélére, ugye? Ördög Máténa. Eladtuk a... Ajj, ez csúnya volt szerintem.
Csodálkozom, hogy nem volt agresszív a bíró, és nem ítélt. Belépés történt, és ebből lesz egy 2 perces. Így van, megvan az ítélet. 2 perces kiállítást kapott a hetes mezben játszó Kutasi Géza. Ez volt egyébként a mérkőzés első 2 percese, amit a játékvezetők fújtak. A kapuban Dudás Gergely, vele szembe a labdával Kisszabó István. Be is rakja sajnos. 7 méteres gólszerzője a hármas mezben játszó Kisszabó István. Semmi gond, 22-10. Itt a második fél időben. Bodor Bali, Oszlán Gergely ki a szélére. Bodor Bali fut, ugrik, és sajnos a kapu mellé, de nálunk maradhat a labda. Korábban kellene, nagyon távol áll szerintem Csiba Laci, nekik korábban kellene futni, de ki tudja. 7 méteres. Ennyi szabálytalanságért. Nem is nagyon érti Kisszabó, hogy mi történt a pályán. Keresi a választ a kérdésére, hogy ugyan már miért lett ez 7 méteres. Nem baj, nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy odafigyeljünk. Így is van Gadányi Tamásra. A 7 méteres góllövője, a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. Nekünk ez volt a dolgunk, hogy a 7 méteresért izguljunk, hogy értékesítve legyen. Kisszabó. Ormán. Ki a szélére, Sárközinek kicsúszik a kezei közül a lehetőség. Nyugodtan szedheti össze Dudás. Oldal. Vonalról történt a dobás, Csiba Laci, Gadányi István, Csiba Laci, Gadányi Tamás, Bodor Balázs, Osztlár Gergő, mindenkinél volt már a labda, mindenkinél. Nagyon szép volt az az átadás, és egy kicsit erőtlen volt talán a dobás a kapura, de nagyon szép volt az átadás, jó volt Bodor Bali meglátása, hogy elindult Gadányi Tamás. Tényleg jó volt. Egy ijesztés Csiba Lacitól, Bodor Bali a kapura. Még mindig csak a kapus van útban nekünk, senki más. De a lövés azért az nem volt rossz, elég erő volt benne. A 7 méteres természetesen Gadányi Tamás fogja elvégezni. Ott is van. A 7 méteres góllövője így a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. Nagyszerű volt. 24-10 az állás a második fél időben. Nem szabad megülni az eredményen, és hogyha ezt tartjuk, hogy nem ülünk meg, akkor ez egy sima győzelem. Kobor András, elég aktív játékvezető egyébként, ezt már a tavalyi szezonban is láthattuk. Most is jelezte, hogy nem kell ott rángatózni, nem kell ennyire agresszívnek lenni a pályán. Elég, ha ő saját maga az, ugye mindig szeret szerepelni egy kicsit. Na de ne kritizáljuk a játékvezetőt. Csiba Laci, vissza Gadányi Istvánnak. Kényelmesen veszi át Gadányi. Tamás. Begörcsölt Gadányi István lába. Lecserélik Gadányi Istvánt, valami történt a lábával, nem stabil a küllője, így aztán föl tud jönni a pályára. 13-as mezben játszó Szendrő Zsolt. Meg volt a pacsi, játékvezetők engedélyezték, a vendégegyüttes edzője Gágéza belement a buliba, úgyhogy lehet továbbra is. Nyugalom, nyugi, nyugi! Abszolút létszámmal játszani, tehát mindenkinél stimmel, minden már csak játszani kell. Csiba Laci, Bodor Balázs, szélén Oszlár Gergő. Majdnem jó volt az irányítónak. Aztán jön Bodor Bali, megpróbálják bejátszani Gézának, így van, Kutasi Géza, mint beállós, átveszi a labdát, aztán lerántják, úgyhogy ez egy 7 méteres. Azt hiszem, hogy Juhász Bencének van dolga a kapuba bőven. Motexes fiúk adnak neki legalábbis munkát. A 7 méteres, így van. A 7 méteres gólszerzője pedig a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. Meg is van. Ha jól számolom, akkor ez már talán az 5. 7 méterese volt Gadányi Tamásnak, amit a hálóba rakott és értékesített. Ugye egyet nem lehet számolni, mert az kipattant, és azt később került be a hálóba. Ki kell védekezni, 25-10 az állás.
a 6. percben vagyunk. Megpróbál átmenni a sorfalon, egyszerűen megpróbál áttörni kissé idegesen a kettes mezben játszó Orbán Gergő. Majdnem, hogy düböl ment neki. Szerintem ez az egyik legrosszabb, amit választhat egy játékos a pályán, hogyha düböl játszik, mert akkor elvonja magáról a játékról a figyelmet, az ingerültsége. Orbán Gergő. Valószínű egyébként, hogy azt a tanácsot kapták az edzőtől a szünetben, hogy kicsit pörgessék meg a játékot, kicsit tempósabban, ritmusosabban játszanak. Ugye láthattuk az első játék részben, eléggé alamuszi módon játszottak. Közben kiosztottak egy 2 percest, mégpedig 2 perces kiállítást kapott a 13-as mezben játszó Szendrő Zsolt. A második 2 perces volt a játékban. Emberhátrányban vagyunk, a Bácskának ki kéne használni ezt a lehetőséget, 25-10-es állásnál meg is teszik. Vendége gólszerzője a 13-as mezben játszó Sárközi Donát. Kihasználják ezt a 2 percet, azonnal a hálóba találnak Dudás Gergely mellett, semmi gond, ez nem a Dudi hibája, ez talán inkább a mi hibánk, hiszen tőlünk állította ki egy játékos. Közben az edző Oszlár Péter nyugalomra inti csapatát. Juhász Bence pedig kifogja a hálóra dobott lasztit. Orbán. Jankovics ki a szélére, Sárközi. Jankovics, Orbán. Kis Szabó. Orbán. Ott a szélén Sárközi. Nem befelé játszotta, inkább ráhozta a sorfalra. Nagyon a szélén állt, valószínű, hogy onnan nem is tudta volna értékesen a kapura helyezni a labdát. Kénytelen volt elindulni Kutasi és Csiba felé. Azonban a passzolása elakadt. Ördög. És ott is van a kapu szélébe a 99-es mezben játszó Dudás Gergely. Azonban ez egy 7 méteresbe fog nekünk fájni. Kis Szabó kocog el, vagyis inkább csak sétál el a labdáért. 25-11, és egy 7 méteresen jönnek a bácskaiak. Kis Szabó István lesz az, aki ezt elvégzi. Közben már készülnek a kipattanóra, ugye Ördög Máté is ott van, Kis Szabó pedig értékesít. A 7 méteres gólszerzője a 3-as mezben játszó Kis Szabó István. Ő volt az, aki ezt hozta. Még 5 másodpercig emberhátrányban vagyunk, nem sokára ez leketyeg, így aztán Szendrő Zsolt visszaléphet a pályára. Így van, meg is történt ebben a pillanatban. Újra egység, újra együtt a csapat. Csiba Laci, irányító. Oszlár Gergely, Bodor Balázs, Csiba László, befutó. Nem figyelnek rá, átadják szépen Kutasinak, és ott is van a 7 méteres, nagyon szép volt. Kutasi Géza volt az, aki ezt szépen akciózta le a végén, kiharcolva a 7 méterest, így aztán Gadányi Tamás készülhet a 7 méteres lövésére. Na lássuk! A 7 méteres gólszerzője a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás! 6. 7. 7 méteresét dobta, 26-12 az állás. Motex KC Bácska SS-e. Ez az SS-e, ez mindig megviccel. Így aztán a bácskához vagy csét vagy cét mondok. A szavak játéka, a betűk játéka. Jankovics, ez szerintem láb volt, de aztán lehet, hogy én láttam rosszul innen, fentről. A játékvezető nem annak látta, Jankovics. Kis Szabó, Ördög. Megy középre. Orbánnak, még nincsen passzív, bár többen azt kiabálják. Kutasi rántás, ebből vagy kiállítás lesz, vagy lap, így van. Hiába is reklamál. 2 perces kiállítást kapott a 7-es mezben játszó Kutasi Géza. Nagyon meg kell viselje magát Kutasi Géza, mert még egy ilyen húzás, és akkor el kell hagynia az egész termet, mert ez már a második 2 percese volt. Ördög, Kis Szabó, vissza Orbánnak. Jankovics ki a szélére, nem jutott el Sárközig a labda. A játékvezetői sípszó meg megállítja a Szendrő indulását. Sárközi nem szabad bántani, így van. Lépés. Jankovics ugrik, és elakad. Így van, le kell tenni. Jankovics leteszi.
Így van. Lehet menni. 26-12 az állás. A 11. percben járunk a második fél időben. Szendrő a szélén. Gadányi. Csiba. Bodor. Osztlár. Bodor fut. Kiejti a kezéből sajnos. Nem baj, összeszedtük. Még egy ejtés, ez így megy tovább, akkor előbb-utóbb itt minden labdát csak így pöccintünk. Kevés a vax a labdán, úgy tűnik. Csiba betör, és a kapusba. A játékvezető pedig 7 méteres ítél. Juhász Bence tárt karokkal fogadja az ítéletet. Nem nagyon érti, hogy mi történt. Sőt, mi több Kis Szabó is megreklamálja, de még az edző Gál Géza is beleszól a beszélgetésbe. A 7 méteres ettől függetlenül érvényes, hiszen a játékvezető megítélte. Így van. 7 méteres gólszerzője pedig a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. Időt kért a Bácska csapata. Tehát most akkor egy kicsit időt lehet kérni. 27-12 az állás, a 12. percben járunk. Most a motexesek vannak hozzám közel. Kicsit figyelünk, hogy vajon mit is mond nekik az edző. Az az igazság, mondanám azt, hogy hallom, hogy mit mond az edző, hogyha nem lenne hangosabb a vendégcsapat edzője. Ott újra természetesen részben a leszúrásé, illetve a könyörgésé a terep, hogy kellene talán kicsit odafigyelni a játékra, picit jobban összeszedettebben kellene játszaniuk, még azért a motexes fiúknál egy kicsit nyugodtabb a helyzet, őnáluk egy kicsit kényelmesebb az itinerkedés. Motexesek végeztek az eligazítással, már csak a vendég együttesre várunk, hogy mi lesz. A Bácska is elkészült. Tehát lássuk, 12. perctől folytatódik a küzdelem. 27-12. Még nincs vége. Időkérést követően a Bácska támadhat. Orbán, Kis Szabó, Ördög, a szélén Kis Szabó, át egészen a bal szélre Sárközinek, ő megint befelé hozza a labdát, ez csak nekünk jó, hiszen hogyha a védelmünk figyel, akkor nem nagyon lehet átjönni onnan Sárközinek. Nem nagyon tudják egyébként használni a szélt. Egy ijesztés, aztán egy passzívba menet, és lemarad a pályán a kettes mezben játszó Orbán Gergő, aki, ahogy mondottam volt, dühösen játszik. Tehát ez azért most is látszik. Így van, az edző is, ahogy hallom, szól neki, hogy nem dühből kell játszani ezt a játékot. És a passzív miatt a motexe harcosai jöhetnek. Na gyerünk! Közben visszaért a vendég együttes védelemre. Ott is a lúg, Bodor Bali beviheti. Kár volt szerintem ennyire előre pattintani azt a labdát. Kár volt ennyire előre pattintani. Kóbor pedig eszmecserét folytat Bodor Balázssal. Nem nagyon tudom, hogy mi a mese tárgya, de nem is érdekes. Csiba, Gadányi, Szendrő. Gadányi, Csiba kezd el futni. Megpróbál átjutni. Jó a lefordulás! De kár, hogy belépett. Pedig nagyon szép volt az a lefordulás Csiba Lacitól. Kár, hogy belelépett. Kár. Tényleg kellett volna, minden gólra szükségünk van, mert ugye a tabella helyezkedését a legvégén nehogy gólkülönbségek döntsék el, mint a tavalyi szezonban, ott is volt ilyen. Minden gólra, minden pontra szükségünk van. A Bácska elejti a labdát, jöhetnek a mieink. Gadányi összeszedetten fejben kell játszani. Ha fejben megvan a játék, akkor megvan a terepen is. Majdnem beért Bodor Balihoz, de nem jött be, jó? Bodor Bali próbálta lefogni Orbán Gergőt, aki aztán ledőlt térdre, aztán megpróbálta fölemelni, ez se jött be. Orbán Gergő abszolút elkeseredetten düböl játszik, ezért nem eredményes. Osztlár Gergely pedig szálkásra dobja a kapufát, nem baj, ennyi belefér nálunk. Kis Szabó, vissza kell érni, az szerintem láb volt. Így van, mi jöhetünk. Ott fut a bal szélen Bodor, lehalásszák, nem, megvan. És a bal széléről Oszlár Gergely, kár, hogy belépett. Na, elég fordulatokban gazdag mérkőzés lett így a második
félidő 14. percében, 27-12-es állásnál elég akciódús lett mind a két oldalról. Jankovics, Orbán, Kisszabó, ki a szélére egészen játsszák a labdát Ördög Máténak, próbálják a jobb széléről, csak ugye ilyenkor kell figyelni, hogy a labdát, amit visszakap Kisszabó, általában Sárközinek játsza át. Kisszabó, egy ijesztés, Orbán ugrik, mégsem, pattint, kár volt szerintem, ez egy lerántás, 2 perccel fogják értékelni. Vagy lappal. 2 perc, így van. 2 perces kiállítást kapott a 15-ös mezben játszó Bodor Balázs. Ezzel megvan a negyedik 2 percese a Motex KC csapatának. A vendégek még nem kaptak eddig csak lapot. És nem 7 méteres lesz, hanem szabad dobás. Egy kis félreértés történt lent a placon. Kóbor András megint adja magát, még Várnai Tamás inkább az órát skubizza. Kisszabó. Orbán. Jankovics. Ki a szélére Sárközinek. Jankovics. Orbán. Kisszabó. Újra játsszák a szélét, így van Ördög Máté. Ott is van az átadás, amiről beszéltem az előbb, hogy Sárközit mindig megjátsza Kisszabó, csak Sárközi rendszeresen befelé vonul be, és mindig elakad. Az edzőt is hallom, ahogy mondja, hogy már harmadszor csinálta ezt meg. Oszlár szépen faltolt. Orbán. Ott a lehetőség Jankovics kezében, és egy 7 méteresre futott az erejéből. Na Dudás Gergelynek kell összeszedni magát. Kisszabó lesz az, aki végzi a 7 méterest. És Dudás Gergely pedig belelép, hát micsoda védés! Nagyon szép volt. Jó helyre lépett Dudás Gergely. Abszolút tudta, hogy oda megy. Lehet, hogy talán Kisszabó szeme árulta el a lövés pozícióját. Gadányi, Csiba, Szendrő. Salac készülődik beállósként a kapott labdára. Jó is az átadás, elejtette sajnos, nem tudta megszorítani. Nem tudta megszorítani, mert két védő is fogta a Salac Attilát, így aztán eléggé lehetetlen helyzetbe került, hogy megtartsa a kapott labdát. Még 30 másodperc a kiállításunkból, és akkor újra egység lesz. 5 emberrel vagyunk 6 ellen. Szerintem ki lehetett volna használni passzívig a játékot. Nem volt okunk dobni. Na még 13 másodperc. És letelik a bünti, és jöhet akkor majd vissza Bodor Bali. 2-1. És ebben a pillanatban megvagyunk. Na gyerünk, Szendrő jó blokkol. Sárközi, állóba talál. A vendégegyüttes gólszerzője a 13-as mezben játszó Sárközi Donát a bal szélről ékelte a kapuba. Figyelni kell rá, nehogy föléledjen. Kényelmesen előre sétálunk. Csiba! Oltári kapufa, Csiba! És sajnos ez már nem volt akkora erejű, hogy bármit lehessen belőle alkotni. Az első dobás az szerintem nagyszerű volt. Semmi probléma. A játékkal kell foglalkozni Lacinak is, nem foglalkozni a dobással. Ez már elúszott, ez már történelem. Jankovics, Sárközi. Beállóshoz kerül a labda. 18-as mezben játszó Orbán István kapta. Jankovics ugrik, aztán pattint, újra ugrik, és mellé. Így van, a kapufáról hagyta el a játékteret a labda. Szerencsénk van, hozzáteszem, Dudás Gergely is pont azon a pozíción állt, hogy nem nagyon fért volna szerintem ott be, maximum a lába között, de szerencsére inkább a kapufa volt megcélozva. 27-13, a 18. percben járunk. Csiba. Gadányi, Bodor Bali, Oszlár Gergő, Bodor Bali elkezd futni. Ugrik, lő, kapufa! És kifelé int a játékvezető, azaz a vendégek jöhetnek. Jankovics, be kell állni védelemre, nem lehet elkönnyelműsködni.
figyelni kell. Jó, Bodor Balázs szépen halászta le a labdát. Túl az a indítás volt ez szerintem egy kicsit Gadányi Tamástól. Amúgy jól ugrott ki Osztár Gergely. Egyébként majdnem mindig így szokott, hogy fut kifelé. Csibalaci fölnéz, nem látta ott Oszlárt. Most már odaért. Gergely ugrik, ott is van. A hazai csapat gólszerzője, a 14-es mezben játszó Osztár Gergely. Egy nagyszerű paszt követően kapta meg a labdát, Csibalaci fölnézett, akkor még nem volt ott, de Oszlár Gergely lefutott mindenkit. Így aztán kényelmesen a hálóba helyezhette a labdát, szép volt. Jankovics dobja a labdát Dudásba. 28-13. Oszlár. Itt volt egy kis toporgás, a játékvezető szerint volt egy kicsi kismuk történet. Túl sokat léptünk. Szabályosan kell elvégezni az ítélt szabad dobást, mondjuk így. Azért is lett visszahívva a labda. Orbán. Kisszabó. Ördög. Ördög Kisszabónak. Kisszabó kereste volna ugye a szélen állót, Sárközit, nem találta. Kisszabó. Közben Orbán befutott. Beállósnak. És oldalvonal, így van. Dobással, befelé dobással jönnek a mohácsi fiúk. Csibalaci kérte, kapta, jó a csel mögötte. Gadány érkezik, és szinte a kapussal együtt üti be. Hazai csapat gólszerzője, a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. Majdnem jó volt a lopott labda. 29-13 a 21. percben. Jelenleg a Motex KC Bácska SSE állása. Nagyon nincs még vége. A dobás elég erős volt. Mondhatni veszélyes, hogy így át tudta dobni a védelmünket. De szerencsére azért a kaputól balra haladt el a labda egy jó bő méterre. Gadányi. Jó a beadás Salacnak. Salac esve befelé, kiarcolva így a 7 méteres. Egy baráti pacsi Juhász Bencével, hogy semmi rossz indulat nincs ebben, pusztán játék. A 7 méteresre készülődik Gadányi Tamás, ahogy az már lenni szokott. Nézzük, meg is van. A 7 méteres gólszerzője, a 23-as mezben játszó Gadányi Tamás. Brutál módon értékesíti a 7 métereseket egyébként Gadányi Tamás a mai mérkőzés folyamán. Mondhatni, hogy hibátlan. 30-13 az eredmény. A 22. percben. Még 8 perc van vissza, és vége a találkozónak. Egy kis kakaskodás, szép is volt. Csibalac és Salac Attila volt az, akik remekül zárták a falat, és ezáltal a lehetőséget Kisszabó előtt. Orbán Jócsel, így van, volt egy kis lépés, így van, úgyhogy lehet is menni. Akárhogy is került a hálóba a labda, ez a gól nem érvényes a lépés miatt. Bodor. Szendrő elejti, majd Imára kulcsolja kezeit, hogy ugyan már miért. Sárközi próbálta meg indítani Orbán Istvánt, de elakadt a labda Bodor Balázs kezében. Csibalaci, Oszlár Gergely. Kicsit kezdünk megállni a játékkal, de talán most jó lehet, így van. A hazai csapat gólszerzője, a 15-ös mezben játszó Bodor Balázs. Meg is van ezzel a 31. gólja a Motex csapatának szemben a vendégek 13 góljával. Kisszabó, Orbán, Jankovics. Jankovics megpróbál felugrani, Bodor Bali. Hát egy ilyen féltorkossal szedte le. Orbán István, Jankovics, Orbán Gergő, Kisszabó. Kicsit ritkában játsszák egyébként Ördög Mátét a szélen. El is adta a labdát, kár volt a sípszóért, nem nekünk segített. De ami jár, az jár. Kisszabó, egy ijesztés. Orbán István, és a hatoson belül voltunk, úgyhogy a 7 méteres jogosságát meg sem lehet
vitatni. Kettes mezben játszó Orbán Gergő készülődik. Ez így akkor nem is volt gól. 31-13. Hibás volt a 7 méteres eldobása. Jól láttam, vonalon belül volt a lába Orbán Gergőnek, ezért aztán így már nem is számít dobásnak. Bodor. Csibalaci kérte, kapta, szúrta a jobb sarokra. De Juhász Bence keze is elmozdult abba az irányba, így aztán kiboxolta a labdát. Támadhatnak a bácskaiak. Sárközi, Jankovics, középen már érkezik Orbán. Kisszabó, ki egészen ördögig. Jankovics, Sárközi csinál egy testcselt. Meg kéne csúszni nekünk a fallal, nagyon elakadtunk, középen oltári nagy hézag van. Ha fölnézett volna Orbán, akkor ezt észrevehette volna. Ki is lehetett volna használni egy pillanatra a Motexnek a hiányát. Jó a csel. Kitolta Csibalaci a hármas mezben játszott Kisszabót. Passzívba mentek a vendégeink, dobniuk kell, mindenképpen figyelni kell. Nagyszerű! Salac Attila vaskos tenyerében akadt el a labda. Jó lett volna az indítás, azonban a labda átvétel az nem egészen úgy sikerült Oszlár Gergelynek, ahogy azt fejben megtervezhette. Kicsúszott a kezei közül a játékszer. Figyelni kell, passzívig kell tudni tolni őket. Jankovics. Szeszed! Jó, milyen? Nincs akit indítani, hiába kereste Dudás Gergely, hogy kinek lehetne hosszan tenni. Szendrőnek meg egy kicsit gyenge volt, legalábbis a Szendrő felé irányított labda. A bácskai a könnyedén egy odanyúlással meg tudták már hiúsítani a Motex KC terveit. Bodor Bali. Szendrő fut, zavarónak, elhúzva magával így egy embert. Belépés. Kár volt érte, hogy a dobás előtt még volt egy belépés, ha jól láttam, Bodor Bali sarka volt a hatoson belül. Kisszabó. Megpróbálta volna bejátszani Orbán Gergő kezére a labdát. Mindezt ötvözve egy ördög Máté felé történt ijesztéssel. Most jó lehet Orbán Istvánnak. Salac Attila lerántja, ez bünti lesz. Salac Attila, így van. 2 perces kiállítást kapott a hazai csapat 5-ös mezben játszó játékosa, Salac Attila. Ember hátrányba kerültünk, 31-13 jelenleg a mérkőzés állása a 27. percben. És egy 7 méteressel jöhetnek a vendégek. A 7 méterest a hálóba juttatja a vendégek javára a 10-es mezben játszó Jankovics Dániel. Ez 31-14-re módosult az állás. Csiba, Oszlár, emberhátrányban vagyunk, nem lehet elkapkodni a támadást, és nagyon gyorsan vissza kell érni védelemre. Többek között megemlíteném az imént ejtett labdát, hogy nem kellene kiejteni sem. Használjunk vapszot, erről beszélek, szerintem korai volt a dobás. Ki kell használni, hát másfél perc van még vissza durván az ember hátrányunkból. Nem lehet elkapkodni, nem azt mondom, hogy veszélyeztetne minket a bácska ebben a hátralévő 3 percben, de láttunk már csodát. Kisszabó belép, így van, középen tökéletes. Vendége gólszerzője a 3-as mezben játszó Kisszabó István. Nem figyeltünk arra, hogy Kisszabó beérkezik oda a beállós helyére, és vígan tudja dobni. Időkéréshez készülődik, közben a Motex KC edzője. Valószínű, hogy a támadás után ez meg is lesz. Kis utasítás, hogy járjon a labda, mindenkihez kerüljön. Most tette le a lapot, így aztán időt kértek a hazai csapat. 31-15 az állás. 2,5 perccel a játék vége előtt, itt a 4. fordulóban. Időt kért Oszlár Péter. A
Mindenki csendesen diskurál, az edzők ugye utasítják játékosaikat, és közben a játékvezetők is eljöttek egyeztetni a jegyzőkönyv vezetőhöz, hogy minden stimmele a lapok száma és a kiállítások száma, közben lejárt az időkérés, mindenki mehet a pályára. Beszűrődött egy nézői kérelem, mely szerint valami furfangosat kellene csinálni. Elég érdekes kis kérés volt ez a nézőktől, de meg kell fogadni a tanácsot, hát ha abból is gól születik. Bodor Bali dobott egy nagyon nagyot. Ő is Szárkásra dobta a kapufát, és az edző egyből elégedetlenkedik, hiszen nem ezt az utasítást adta fiainak, hogy nem ezt kell játszani, hogy mindjárt dobunk eszetlenül, hanem játsszuk ki. Ki kell játszani az időt, 31-15, beszéltem a gólkülönbségről, számíthat ez még a vége felé. Sípszó keresztbe szakította Gadányi Tamásnak a dobását sajnos, de nem baj, még továbbra is nálunk a labda, lejárt közben a bünti, visszatérett a pályára a hetes mezben játszó Kutasi Géza. Nagyon kell figyelni Kutasinak, már volt két kiállítása, nem kell bántani, így van. Vissza kell szépen futni védelemre, vissza kell érni, fordulni kell a labdára, mert már itt vannak a bácskaiak a kapunk előtt. Kis Szabó, Orbán, Jankovics, Sárközé, mindenkinél jár a labda, már egyedül csak a beállós Orbán Istvánnál nem volt. Ördög Máté. Most már nála is. Jankovics, hát ott volt egy botlás, nem volt ott semmi szándékosság. Bodor Bali részéről véletlen a sarkára lépett a vendégjátékosnak. Előfordul az ilyen, jó? Kutasi nem bántatja. Még mindig mi jövünk. 29. percben vagyunk, sőt mi több. Mindjárt belépünk az utolsó percbe. Egy dobás a vendégektől. Vendége gólszerzője, a 13-as mezben játszó Sárközi Donát. Be is talált a hálóba ebből a támadási pozícióból. 31-16 és beléptünk a mérkőzés utolsó percébe. Ezt mondjuk már nem lehet elvenni, ezt a győzelmet a hazai csapat elől, jogos lesz majd az ünneplés. Az elején még egy kicsit szoros volt ugye, mert fair play alapon mi is csak 5 emberrel játszottunk. Sárközi mozdulhat, Sárközi elindul, majd pattint. Vendége gólszerzője, a 13-as mezben játszó Sárközi Donát. Kényelmesen talált a hálóba Dudás Gergely mellett, semmi probléma. Na még 20 másodperc. Osztlár, Csiba, még egy akcióra bőven van idő, sőt, mi több szerintem kettőre is. Bodor Balázs, Gadányi, ki kell játszani? 8 másodperc, dobni kell, itt már nem lesz két akció lehetőség, már csak egy. És szerintem az is lassan elúszik. Sarokról jöhetünk, és ebben a pillanatban véget ért a negyedik forduló. Tehát, ahogy mondtam, ebben a pillanatban véget ért a negyedik forduló. Motex KC, Bácska SSE. 31-17 lett az állás, ezzel zártak fiaink. Szép játék volt a fair play küzdelmében az első fél időben, ugye mi is csak 5 emberrel, aztán ahogy kiegészült a vendégcsapat, úgy mi is fölálltunk és elindult a valós játék. Legközelebb a Motex KC 24-én szombaton játszik a Harkány csapata ellen, egy kemény mérkőzésre kell számítani, este 6 órakor kezdődik majd akkor a rangadó, addig pedig mindenkinek jó hétvégét kívánok, és elbúcsúzok akkor ezekkel a képekkel innen a Városi Sportcsarnokból, az operatőr Jáger Vilmos és a sportkommentátor Györfi Csaba. Mindenkinek szép napot!